Biotechnológia, vegyészmérnök, alkalmazott matematikus. Csak néhány azokból a szakokból, melyek a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának képzési kínálatában találhatók. A kar most ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. A jubileumi ünnepségen elhangzott, a TTK mára a fejlesztés és innováció egyik regionális központjává fejlődött. 150 hallgatóval kezdte meg működését 75 évvel ezelőtt a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának jogelődje. Most ebből az alkalomból jubileumi ünnepséget tartottak, ahol Kun Ferenc dékán kiemelte, az elmúlt évtizedekben több új tudomány és képzési területet is itt vezettek be először az egyetemen. Igyekszünk képzési palettánkat új szakok indításával, illetve létrehozásával is bővíteni. Kezdeményeztük egy új természettudományos alapszak, a biotechnológia alapszak létrehozását, amit idén már angol nyelven is el tudtunk indítani közel 40 fős elsős évfolyammal. A TTK mára a fejlesztés és innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt. Szilvási Zoltán rektor kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem szoros kapcsolatot ápol az ideérkező cégekkel. Előtérbe került a természettudományokra épülő iparosítás. A BMW, a ThyssenKrupp, a Continental, a három nagy kínai, a EV Electronics, a CATL, vagy a Semcorp, ezek egymás miatt vannak itt. És mire van szükségük? A tudáscentrumra. Hozzánk fordulnak. A karon jelenleg 2800-an tanulnak, akiknek harmada külföldi hallgató. Csak nem 100 országból érkeztek ide tanulni. Bács Zoltán kancellár úgy fogalmazott, a természettudományi karon végzett kutatások és tudományos eredmények előre fogják vinni a világot és az egyetemet is. Nagyon büszkék vagyunk a természettudományi és technológiai karunkra, annak az eredményeire. A rangsorokban az egyetem és a természettudományi terület eredményeihez való hozzájárulásában, hiszen idén is, tavaly is jelentős előrelépés volt mind a szakterületen, mind az egyetem egészében. A természettudományi és technológiai kar fennállásának 75. évfordulóján jubileumi díjakat adtak át, programsorozatot indítottak és egy kiadványt is megjelentettek.